A Kränzlein Néptánc Egyesület 1987-ben alakult, 4 csoportjában közel 100 gyermek és fiatal táncol. Rendszeres szereplői a különböző helyi, regionális és országos rendezvényeknek, a legutóbbi megmérettetésen is rendkívül sikeresen szerepeltek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Kränzlein Néptánc Egyesület Cipfelmüsz csoportja egy nagyon szép eredményt ért el, ugyanis országos minősítésen elnyerte a fesztiváldíjat, aranyminősítést szerzett Manninger Miklós alapítványának a díját elnyerte, valamint még egy gáladíjban is részesült. Ez azt jelenti, hogy következő évben az Országos Német Önkormányzatok gáláján szerepelhetünk. Tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés mindenkinek. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Egyesületünk harmadik alkalommal szerzett fesztiváldíjat. Talán egy kicsit, ha visszamegyek az időben, elmondhatom, hogy ez volt a 11. országos német nemzetiségi táncfesztivál. Korábban 2 évente szervezték ezt meg, az utóbbi időben pedig 3 évente kerül erre sor. Tehát ez egy nagyon-nagyon rangos megmérettetés, rangos zsűri tagokkal, és most ez a harmadik fesztiváldíjunk, tehát hogy azt veszük, hogy 11-ből a bonyhádiak 3 fesztiváldíjat elhoztak, azért ez egy nagyon nagy kitüntetés. Ez mindig hatalmas élmény a szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek. Elutazni Solymárra, ez is egy kitüntetés már eleve, és amikor a színpadon voltak, és ezt a sok díjat átvették, tehát leírhatatlan volt az a boldogság, ami mindannyiunkat áthatott. A korábbi időszakban különböző koreográfiákkal több fesztiváldíjat nyert már az Egyesület, ezáltal is népszerűsítve a német kultúra rendkívül érdekes és színes hagyományait Bonyhád és környékén, illetve országosan is. A legelső fesztiváldíjunk a Cikói Gyerekfarsang volt. Ezt a Bajuncin Cikó könyvben olvastam erről a régi szokásról, és Rónai Terikével felvettem a kapcsolatot, és ő mesélt, valamint az édesanyja mesélt erről a régi szokásról, és ez volt az első fesztiváldíjunk, és ez, itt több korcsoport táncolt együtt az alsósok a felsősökkel, nagyon szeretik, azóta is repertoáron van ez a tánc, valamikor külön is eltáncoljuk, ha nem vagyunk olyan sokan, akkor a csoportok külön, vagy pedig ha nagy a színpad, akkor együtt is el tudjuk táncolni. A második táncunk az pedig a fordított gyermekalkodalmas. Itt talán annyit mondhatnék, hogy Bonyhádra környék településeiről is beköltöztek német származásúak, és egy testvérpára Schlotthaer testvérek nagymamája mesélt nekem arról a szokásról, hogy Ófaluban, amikor egy lakodalmat tartottak, akkor a gyerekek is összeálltak, és ők is utánozták a felnőtteket, de ebben a formában, ebben a faluban ez úgy történt, hogy a gyerekek közül egy fiú lánynak költözött, a lányoknál pedig egy fiúnak, és egy aranyos kis kavalkát kerekedett, és ez volt a második táncunk, amire fesztiváldíjat kaptunk. A mostani pedig ez is egy új koreográfia. Már régen szerettem volna egy olyan táncot, ahol a gyerekek úgy kezdődik a tánc, hogy a gyerekek virágot szednek, van egy nagyon szép kis ének ezzel kapcsolatban, valamint van a tánccsoportnak egy kis kicsinyített lovaskocsia. Tehát ezt is egy testvérpár adta nekünk, a Cárt testvérek dédi papája készítette ezt még a II. Világháború előtt az ő fiának, és amikor mi szerepeltünk, akkor elhozták, és fesztiválokon, menettáncokon ezt húztuk az úton, sőt, még Münchenben az Oktoberfesten is ez volt velünk, nagyon nagy sikert arattunk, és gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt is a színpadra vinni, ezzel is emléket állítva a Cárt dédi papának, valamint megmutatni azt, hogy milyen egy kicsinyített lovaskocsi, hisz ez a mesterség ma már teljesen kihalt. Az Egyesület élen jár a német nemzetiségi hagyományok ápolásában, a gyermek korosztálytól a felnőttig terjedő összetételű együttes, a város legmeghatározóbb kulturális tényezője. Noha a felkészülési idő kevés volt, lelkesedésüknek és szorgalmuknak köszönhetően értékel a legutóbbi szereplésükön ezt a kiemelkedő eredményt.
Nem sok időnk volt a felkészülésre, hisz októberben a tánccsoport 35 éves jubileumára készültünk, és ekkor az egész egyesület ebben részt vett, és utána kezdtünk nekiállni ennek a táncnak. Akkor ugye mindenféle szünet volt, téli szünet, meg egyebek, de összehoztuk azért a táncot. Még egy kis idő kellett volna arra, hogy beérjen. Még gondolkodtunk is rajta, hogy induljunk, vagy ne induljunk, de még örülök annak, hogy mégis úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk ezt a megmérettetést, és tényleg ez egy különös dolog az, hogy ezt elnyertük. Itt a harmadik koreográfia, tehát a legújabb koreográfiánál nem én egyedül készítettem el ezt az egész táncot, hanem kolléganőm Csizmadi Jáni énekes Piroska is segített, valamint a zenében Pece István, aki Bonyhádon harmonikát oktat, és van két olyan táncosunk is, aki a növendéke, és ő segített, ő volt a segítségemre a tánc zenei részének az összeállításában. Ez a fiataloknak amellett, hogy megtanulják a nemzetiségük hagyományait, egy közösségépítő tevékenység is, melyet nagy lelkesedéssel csinálnak. Elmondhatom, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezt a táncot, amikor fellépés előtt is, még a függöny mögött is némelyik még táncolt, vagy pedig a buszban még énekeltek, tehát tényleg egy kis vidám tánc. A tavalyi évben fennállásának 35. évét ünneplő egyesület fő feladatának tekinti a német kultúra ápolását, a még meglévő tánckincs gyűjtését és színpadra állítását. Ez azért is nagyon fontos, mert a német származásúak közül már egyre kevesebben ismerik és gyakorolják a hagyományaikat.